attendrai le jour à la nuit, j'attendrai. Akármilyen korosztályt kérdeznénk meg, mind más miatt mondaná, hogy ő neki miért tetszik a Budapest Bár, mégis megpróbálom egy kicsit kívülről nézni. Egy olyan zenekar, ami egy olyan országban, ahol a cigányzenének több száz éves kultúrája van, és az egy jó pár évtizede nem mutat erős tendenciát, hogy ez növekedne, sőt, ez évek alatt csökkent. És jön egy fiatal zenekar, aki azt a régi hagyományt egy kicsit másképp, sőt, nagyon is sokat gyúrva rajta, faragva rajta, újra hozza, és azokkal a fiatalokkal, akik az országnak a, úgy is mondhatnám, hogy az idójai, és új hangszerelésben, újfajta, ugye a cigányzenekarba dob került, tangó, harmonika, sok minden olyan, amitől sokkal 21. századibb lesz a hangzás. És főleg az, hogy olyan dalokat veszünk elő, amit szeretnek, amit akár a kisgyerekek is kétszer meghallják, vagy akár egyszer már dúdolják, bennük van a fülükbe. Az idősek, a középkorosztály, van mire táncolni, olyan élő zene, ami mégis minőségi. Nagyon sok minden tartozik ez a Budapest Bárhoz, ugyanúgy zeneileg, ahogy emberileg nagyon sok mindenkivel dolgozunk együtt, sokfajta karakterrel, és azért mindenki megtalálja azt, amiért jó szeretni, vagy jó hallgatni a Budapest Bárt. Egyikünk sem számított arra, hogy ez ekkora tényleg egy ilyen állandó projekté válik. Én is azt gondoltam, hogy megjelenik a lemez, lesz pár koncert, aztán tök jó volt. De egyrészt nyilván volt is rá igény, másrészt meg azért számomra nagyon izgalmas, még a mai napig is az, hogy Robiékkal együtt zenélek, mert egy csomó mindenben olyan dolgok, vagy úgy nyúlnak hozzá bizonyos dalokhoz, ami nekem soha az életemben nem jutna szembe, és amennyire le tudom fordítani a magam buta kis zenei nyelvére, abból még saját magam számára is tudok leszűrni tanulságokat, és még kvázi használni is tudom a saját zenészben. Beszéltük, hogy mióta Robiékkal játszom, mindenki írt már olyan számokat, amiben sok szűkített akkord van. Ennyit akartam mondani, csak meg ezt meg akartam okosan mondani.